Vendégek határon túlról, kevesebb belföldi, de több külföldi turista keresett fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szálláshelyeket az év első felében, derül ki a KSH adataiból. Munkálatok a Szegfő utcán. A megyeszékhely egyik legforgalmasabb és egyben legszűkebb szakaszát kétszer két sávossá szélesítik. Meleg lesz a hétvégén, sok folyadék és kevés zsíros étel. Ez a két legfontosabb szabály, amelyet mindenkinek érdemes betartani a kánikula idején. Kevesebb belföldi, de több külföldi turista keresett fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szálláshelyeket az év első felében. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az előző év hasonló időszakához képest 2%-os visszaesést tapasztaltak a magyar érdeklődők részéről. Ehhez képest a határon túli vendégek száma 12%-kal emelkedett, derül ki a KSH adataiból. A mintegy 14 ezer külföldi turista átlagosan 2,4 vendégészakát töltött a megyében, ez is több a tavalyihoz képest. Nézelődő külföldiek, fotózkodó fiatalok, a határon túli turisták és a belföldi látogatók számára egyaránt kiemelt úti cél Nyíregyháza. Ez a város az egyik legszebb látnivaló a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezőknek. A Nyíregyházára látogató turisták széles vendégkörből kerülnek ki, de a meglévő attrakciónk ugye elsősorban családközpontúak, tehát az állatpark, a fürdők, sőstó, valamennyi létesítménye, mondjuk a kalandpark, de a belvárosi kockapalota is mind-mind a családok szórakozását szolgálja. Ugyanakkor tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ez a mai turistának már édeskevés. Mindig valami aktuális, színes programot kell biztosítani a városban. A megyébe érkező belföldi látogatók száma az elmúlt években folyamatosan nőtt, az idei év első felében azonban 2%-kal visszaesett. Ezzel szemben a külföldi turisták száma 12%-os emelkedést mutat, ami az országos növekedést is meghaladja, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. Az első 6 hónapban közel 64 ezeren látogattak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, közülük 14 ezer vendég határon túlról érkezett. Ők összesen 34 ezer vendégészakát töltöttek valamelyik településen, így tartózkodásuk átlagos ideje emelkedett 2016-ban átlagosan 2,4 éjszakára. Legtöbben Romániából érkeztek, közel 3,5 ezer vendég. A második legnagyobb küldőország Ukrajna, ahonnan közel 2000-en érkeztek. Ez a vendégforgalom egyébként mérséklődik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Jelentős még a szlovák forgalom, itt 1500 körüli esetszámról beszélünk a vendégeket tekintve, és a lengyel-német országból ide látogatók száma is 1000 fölött alakul. Mindenképpen meg kell említeni a lengyel turisztikai keresetnek a jelentős növekedését, hiszen ők 2000-re többen látogattak az év első 6 hónapjában a megyébe, mint egy évvel korábban. A nyíregyházi turizmus 3 alappillére az állatkert, a múzeumfalu és a gyógyfürdő, főleg azért, mert olyan széles körű programmal várják a vendégeket, amelyek rossz idő esetén is kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Több Szabolcs megyei városban is emelkedett a turisták száma idén, Nyírbátorba főleg a kulturális rendezvények miatt látogattak, de Mátészalkán és Kisvárdán is emelkedett a vendégek száma. Az idegenforgalmi főszezon július és augusztus, ez a két hónap még sokat változtat majd az éves adatokon. Ha az előző évet tekintjük, akkor ezekben az időszakokban jellemzően megugrott a vendégészakáknak a száma, illetve ha viszonyítani akarom, hogy milyen sokat jelent az, hogy itt főszezonról van szó, akkor azt mondhatom el, hogy például egy június havihoz képest, júliusban is, de augusztusban is, akár 3-4-szeresére is nőhet a vendégészakáknak a száma. Ez azt jelenti, hogy az egész éves vendégforgalom alakulására is jelentős hatással lehet még a nyár hátralévő időszaka. A belföldi turisták száma még az augusztus 20-ai ünnepség miatt emelkedhet. A szállás.hu adatai szerint az ünnepi hétvégére megtelt a nyíregyházi szálláshelyek nagy része is. De elsősorban a fürdővárosok dominálnak, országos viszonylatban a szállodák 85%-át már lefoglalták. Az átlagos foglalási érték 37 ezer forint, amelyet minden hatodik belföldi utazó szépkártyával fizet.
Az összes haláleset egynegyedéért a rákos megbetegedések felelősek. A leggyakoribb a tüdőrák, amely minden negyedik daganatos haláleset okozója. A megdöbbentő számokat csökkenteni akarják, több intézkedést is hoztak már, amelyek arra hivatottak, hogy egyre kevesebben dohányozzanak. Például korlátozták a munkahelyi, közterületi vagy éppen éttermi dohányzást, valamint bevezették a trafikrendszert, így csökkent az árusító helyek száma. Ezen a héten is lesz változás. Hatályba lép a dohánytermékek csomagolását szabályozó új rendelet. Ennek értelmében az új dohánytermékek már csak egységes csomagolásban kerülhetnek piacra, de a már piacon lévő márkák és típusok átmeneti mentességet kapnak. A kedden megjelent kormányrendelet megfelel az uniós irányelvnek, miszerint 2017. május 20-ától már csak olyan dohánytermékek lehetnek kiskereskedelmi forgalomban, amelyek csomagolásának elő- és hátoldali felületét 65%-ban képpel kombinált szöveges figyelmeztetések fedik. Sebességkorlátozás és előzési tilalom van Nyíregyházán, a Szegfő utcán. A megyeszékhely egyik legforgalmasabb és egyben legszűkebb szakaszát hamarosan kétszer-két sávossá szélesítik. A közel 300 millió forintos fejlesztés kivitelezési munkálatai a napokban elkezdődtek, ezért arra kérik a közlekedőket, csak azok válasszák ezt az útvonalat, akiknek elengedhetetlenül szükséges. Már a hét elején elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a Szegfű utcán, a torlódás és sorbanállás nagy volt pár nappal ezelőtt, hiszen a közlekedők egy része akkor még nem tudta, hogy érdemes elkerülni ezt az útszakaszt. Nyíregyháza egyik legkeskenyebb utcája több esetben is lehet veszélyes, ezt szerdai felvételünk is bizonyítja. Egy mentőautó haladt a városközpont irányába a Szegfű utcán, az ehhez hasonló esetek azonban nem okoznak majd semmilyen problémát, ha már négy sávos lesz az utca. A szélesítést sok közlekedő évek óta várja már. Minden reggel erre megyek dolgozni, tehát én mindenképpen örülök neki, hogy négy sávosra bővítik. Ez per pillanat ugye egy kis fennakadást okoz, tehát ez benne van a kalapba. De ahogy elnézem, elég tempósan csinálják a munkát, és így valószínűleg túl sokáig nem fog tartani a dolog. Több ingatlant is érint az utca négy sávossá bővítése, ebből az épületből egy festékbolt már hónapokkal ezelőtt elköltözött, a bontása már majdnem teljesen kész. Egy másik háznál pedig a cserepeket szedik le a munkások, a kivitelezés várhatóan 3 hónapig tart majd. Ez azt jelenti, hogy a tanévkezdés idejére még biztos nem lesz kész az utca, azonban erre is felkészült a városvezetés. Megpróbáltuk úgy intézni a dolgokat, hogy nem a legnagyobb forgalomkorlátozás legyen az iskola kezdés hétvégére, illetve szeptember 1-ére, de természetesen a minimálissal számolni kell. Egy-egy sáv biztosan lesz a forgalomnak, de akinek nincs erre dolga, az szerintem kerülj el, mert dugók lesznek egészen biztosan. Több változás is lesz a négy sávossá bővítés mellett, a Géza utcai csomópontnál például jelzőlámpás irányítás lesz, ez biztonságosabbá teszi majd a közlekedést. Gyalogos és kerékpárutat is építenek a szélesített út mellé, jelenleg a legtöbb biciklis szabálytalanul tud közlekedni a Szegfű utcán, így ezt a fejlesztést is sokan várják. Örülök neki, hogy így próbálják megcsinálni ezt az utat, hogy a bicikli utat is fognak hozzá tenni, ugyanis én is sokat járok erre biciklivel, így én is kényelmesebben fogok tudni közlekedni ezen az útszakaszon. Az autósok óvatosan, nem megszokásból vezessenek. Változás, hogy a Szegfű utcáról most nem lehet balra kanyarodni a Hunyadi utca irányába, ezt táblák és aszfaltfestések is jelzik. Mivel az útszakaszon sebességkorlátozás és előzési tilalom is érvényben van, arra kérik a közlekedőket, csak azok válasszák ezt az útvonalat, akiknek elengedhetetlenül szükséges. Meghosszabbította a kormány az illegális migráció miatt kiadott válsághelyzetet. A folytatódó és ismét erősödő migrációs nyomás miatt hangzott el Petneházy Attila fideszes országgyűlési képviselő mai sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta, mindenkit arra kér, hogy menjen el október 2-án és szavazzon nemmel a betelepítési kvóta ellen. Hozzátette, a migráció egyre nagyobb társadalmi és gazdasági terhet ró Magyarországra, ami veszélybe sodorhatja az eddig elért gazdasági eredményeket is. Egy iskola kezdés előtt az emberbe felmerül, hogy mik is
kerülhetnek veszélybe. Húzom alá még egyszer, semmiféle ilyen jellegű dologot nem tervez a kormányzat, de a gazdasági eredményeink közé tartozik az is, hogy segíti a kormányzat és a város is az iskolakezdőket ingyenes és kedvezményes étkezéssel, ingyenes és kedvezményes tankönyv beszerzéssel. Nyíregyháza is számtalan módon segíti az iskolakezdőket, úgyhogy azt hiszem, amikor megfontoljuk, hogy hogyan döntünk október 2-án, ilyen dolgokat is végig kell gondolnunk. Meleg lesz a hétvégén, sok folyadék és kevés zsíros étel. Ez a két legfontosabb szabály, amelyet mindenkinek érdemes betartani a kánikula idején. A nyári hónapok velejárója a többnapos forróság, ez pedig a fiatal és idős szervezetet egyaránt megviseli. A napi folyadék bevitelünket ezekben a napokban 3 literre is növelhetjük a szakemberek szerint. A nyári hónapokban sokszor 30 fok felé kúszik a hőmérő higanyszála, ilyenkor pedig jobban kell ügyelni egészségünkre, elsősorban a folyadékbevitelre. Az ember testtömegének közel 2/3 víz, amelynek nagyjából 10%-a a véráramban van. A szervezet egészséges működéséhez ezt a mennyiséget folyamatosan biztosítani kell. A szédülés és fejfájás sokszor jelezheti ezt a hiányt. Nem csak sima csapvízzel lehet, illetve kell pótolni, hanem gyakorlatilag ezzel a nyári meleggel kiizzadunk ásványi sókat, nyomelemeket. Tehát éppen ezért ugye az ásványvizeket célszerű használni, nagyobb mennyiségben fogyasztani. Mire gondolok a nagyobb mennyiséggel? Gyakorlatilag egy 2-3 literrel meg kell növelni a folyadékbevitelt, napi folyadékbevitelt. Alkohol, kávé, cukros italok, ezek mind megvonják a szervezetből a vizet, amely akár kiszáradáshoz is vezethet. Ezek helyett fogyasztunk inkább gyümölcsteákat vagy akár sportitalokat. A hiányzó nyomelemek pótlása azok számára kifejezetten fontos, akik a nagy melegben is sportolnak. Étkezésünkön is ajánlott változtatni ilyenkor, kerüljük főleg a füstölt ételeket, mert a bennük lévő nagy mennyiségű só szintén megvonja a folyatékot a szervezettől, a túlterhelt gyomor pedig csökkenti a koncentrációs készséget is. Két korosztálynak kell főleg figyelnie egészségére, a gyerekeknek és az időseknek. Ők ugyanis sokszor nem is kívánják azt a folyadékmennyiséget, amely szükséges lenne, pedig annak hiánya az időseknél súlyos problémákat okozhat kánikula idején. Különböző váz- és izomrendszeri görcsök fokozódását, illetve szívritmuszavarokat, szív- és érrendszeri betegség kialakulásokat fogják elősegíteni ezek a dehidráció, tehát a folyadék csökkenés a szervezetben. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy fontos a megfelelő folyadékmennyiség bevitele, illetve a folyadék minőségnek is a bevitele. Az étkezésen kívül fontos odafigyelni például ruháinkra is. Ilyenkor javasolt a szellős, vékony ruházat, az UV-sugárzás ellen pedig kalappal és napszemüveggel védekezzünk. Már nem csak külföldön, hazánkban is egyre többször olvashatunk felmelegedett autókban hagyott gyermekekről. Fontos felhívni a szülők figyelmét, hogy egy gyermek szervezete más, mint egy felnőtté. Ugyanazt a hőmérsékletet nem egyformának érzékeli, ezért soha ne hagyják őket sokáig napon vagy várakozó autóban. Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délután a Kótai úton. Az egyik autós előzés közben ért hozzá a másik járműhöz, majd lesodródott az úttestről. Árokba hajtott, kidöntött egy kerítést, végül egy villanyoszlopnak csapódott. A mentők 2 sérültet szállítottak kórházba. Legalább negyedével nőtt a műszaki cikkek kiskereskedelmi forgalma az eladók szerint a tavalyi évhez képest. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Kiderült, milyen nemű a június elején született sátánmajom a nyíregyházi állatparkban. A faj érdekessége, hogy nagy az eltérés a hím és a nőstény állat között, míg utóbbi sötét szürke színű, a kifejlett hím alapszíne fekete, arcszőrzete fehér. A közelmúltban született utód hím nemét eddig azért nem tudták megállapítani, mert arca rózsaszínű volt. Megszerezte első bajnoki győzelmét a nyírbátori futballcsapat. Márton István együttese az NB3 második fordulójában 5-0-ra verte az Újpest második csapatát. A bátoriak a következő fordulóban Salgótarjánban lépnek pályára.
Legalább negyedével nőtt a műszaki cikkek kiskereskedelmi forgalma az eladók szerint a tavalyi évhez képest. A vásárlók leginkább a kisebb háztartási gépeiket cserélik le, amik helyett főleg olcsóbb, de kiemelkedően energiahatékony eszközöket vásárolnak. Ez a család egy vasalóért jött be ebbe a nyíregyházi műszaki outletbe. Az üzletvezetője azt mondja, konyhai robotgépeket, mikrohullámú sütőt és porszívót adnak el a legtöbbet, de a tavalyi évhez képest nőtt a mosógépek és a hűtők eladási száma is. Leginkább az alacsony árak vonzzák a vásárlókat, azonban a márka helyett fontosabbnak tartják, hogy mennyire lesz energiatakarékos az eszköz. Nálunk növekvő tendenciát mutat most már az év elejétől kezdve, folyamatosan bővül a választék, és folyamatosan a vevőkör erősödik. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók nagyon szeretik, tehát most már az olcsóbb termékeket, nagyobb, viszont nagyon törekednek az energiatakarékos vásárlásra. Ez azokat takarja, hogy most már A1, A2, illetve A3 pluszos termékeket vásárolnak. Bojtos László szerint a háztartási eszközök és a szórakoztató elektronikai készülékek ára folyamatosan csökken. Ez azt jelenti, hogy akik korábban a magasabb árak miatt kivártak a vásárlással, mára ők is könnyebben juthatnak hozzá az új eszközökhöz. Kiderült, milyen nemű a június elején született sátánmajom a nyíregyházi állatparkban. A faj érdekessége, hogy nagy az eltérés a hím és a nőstény állat között. Míg utóbbi sötét-szürke színű, a kifejlett hím alapszíne fekete, arcszőrzete fehér. A közelmúltban született utód hím nemét eddig azért nem tudták megállapítani, mert az arca rózsaszínű volt. Ez a felvétel június közepén készült, itt még nem volt egyértelmű a kicsi sátánmajom neme. Azonban ezek a felvételek már frissek, a kicsi nemét szinte bárki megállapíthatja most már szőrzete alapján. Nincs még egy újvilági majom, akinél ilyen hatalmas eltérés lenne a két ivar között, hiszen még a hím fekete bundájú és fehér arcszőrzetű, a nőstény sötét szürke őszínű. A pici apróság eleinte rózsaszín arccal rendelkezett és teljesen beleolvadt anyja hasába, most már azonban 3 hónaposan elkezdett növekedni a fehér arcszőrzet, tehát most már tudjuk, hogy egy fiatal emberről van szó. A kicsi majom június elején látta meg a napvilágot, szülei 2013-ban az Európai Fajmegőrzési Program keretében kerültek az állatparkba, első utódjuk 2 éve született, most ismét kisfiúval bővült a majom család. A játékos állat, a fehér arcú sátánmajom a dél-amerikai esőerdők alsóbb lombkorona szintjeinek lakója, főleg gyümölcsökkel, magvakkal, rovarokkal táplálkozik. Az állat testtömege általában nem haladja meg a 2 kilogrammot, dússzőrű farka hosszabb, mint a teste, amely általában 30-40 cm. A sátánmajmok a Victoria ház lakói, hiszen itt találhatóak a legkülönlegesebb kinézetű állataink. Nem véletlenül kerültek ők ide, hiszen valóban a hímek, mint a fehér sámán maszkot viselnének, és valljuk be, hogy nem a cuki kategóriájú majmokhoz tartoznak, inkább a bizarr külsejű állatok közé sorolhatók. A zord külső és a félelmet keltő név azonban békés, játékos belsőt takar, ráadásul nagyon ügyesek is a sátánmajmok, akár több méteres ugrásokra is képesek. Megszerezte első bajnoki győzelmét a Nyírbátori futballcsapat. Márton István együttese az NB3 második fordulójában 5-0-ra verte az Újpest második csapatát. A bátoriak a következő fordulóban Salgótarjánban lépnek pályára. A tiszaújvárosi vereséget követően mindenképpen javítani akart a nyírbátori futballcsapat az élvonalbeli Újpest második csapata ellen. Az első fél időben több helyzet közül Szabó használt ki egyet, így hazai előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második fél időben Bernát, Boros, Hornyák és Terdik is betalált a fővárosi kapuba, így Márton István együttese kiütéses győzelemmel szerezte meg első 3 bajnoki pontját. Ennyire azért nem volt egyszerű a mérkőzés, az első fél időben nagyon nehezen sikerült feltörnünk az Újpest védelmét. Az ilyen utánpótlás csapatoknál azért az mindig benne van a faktív, hogy egy szervezett csapattal találkozunk, ahol gyors játékosok vannak, és akik azért tanulják a focit. Arra is figyelnünk kellett, nehogy túlságosan kinyíljunk, de szerencsére az első fél idő végén megszereztük a vezetést, és utána már átszakadt a gát. Nagyon örülök neki, hogy az újak közül 3
embernek is sikerült betalálni. Ők már kezdtek görcsössé válni, emiatt a túlzott bizonyítás miatt is. Az, hogy 5 különböző ember tudta rúgni a gólt, az nagyon jó, mert látszik, hogy több ember is fel tudja ezt vállalni. Köztük volt olyan is, aki csereként állt be. Ez is biztató jövőre nézve, hogy a keretünk is erősödött a tavihoz képest. A cserék is hozzá tudnak tenni a játékhoz. A Nyírbátor vasárnap a korábban élvonalbeli edző Vágó Attila által irányított a feljutást megcélzó Salgótarján otthonában lép pályára. A Salgótarján az egyik olyan csapat, akinél kimondottan cél a bajnokság megnyerése. Az ő lehetőségeik látszanak, hogy kicsit jobbak, mint a többi csapaté. Ők azt is megengedik maguknak, hogy külföldi játékosokat igazoljanak. Egy rutinos NB1-et megjárt edzőjük van. Biztos, hogy nem lesz könnyű, de hát mi sem feltartott kézzel utazunk. A forduló további párosítása a következő: Tiszaújváros Tája, Újpest 2 Reac, DVTK 2 Rákosmente KSK, Monor Kazincbarcika, BKV Előre 60, Jászberény MTK 2, Putnok Hajdúböszörmény és SMTK DVSC 2. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Kevesebb belföldi, de több külföldi turista keresett fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szálláshelyeket az év első felében. Az előző év hasonló időszakához képest 2%-os visszaesést tapasztaltak a magyar érdeklődők részéről. Ehhez képest a határon túli vendégek száma 12%-kal emelkedett, derül ki a KSH adataiból. A mintegy 14 ezer külföldi turista átlagosan 2,4 vendégészakát töltött a megyében, ez is több a tavalyihoz képest. Sebességkorlátozás és előzési tilalom van Nyíregyházán, a Szegfő utcán. A megyeszékhely egyik legforgalmasabb és egyben legszűkebb szakaszát kétszer két sávossá szélesítik. A közel 300 millió forintos fejlesztés kivitelezési munkálatai a napokban elkezdődtek, ezért arra kérik a közlekedőket, csak azok válasszák ezt az útvonalat, akiknek elengedhetetlenül szükséges. Meleg lesz a hétvégén, sok folyadék és kevés zsíros étel. Ez a két legfontosabb szabály, amelyet mindenkinek érdemes betartani a kánikula idején. A nyári hónapok velejárója a több napos forróság, ez pedig a fiatal és idős szervezetet egyaránt megviseli. A napi folyadék bevitelünket ezekben a napokban 3 literre is növelhetjük a szakemberek szerint. A Kölcsei Televízió iradóját látták augusztus 18-án csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Tudósításainkat megtalálhatják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. A Kárpát-medence időjárását péntek estig egy nyugat felől érkező gyenge magassági hideg front határozza meg. Változékony időre van kilátás, nyugaton nagyobb a csapadék esélye, és ott mérhetnek több fokkal alacsonyabb maximum hőmérsékleteket. Éjjel gomoly felhős idő várható, néhol előfordulhat záporeső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, néhol kialakulhat záporzivatar. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, csupán zivatar esetén lehet átmeneti szélerősödés. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap, és inkább csak az Alföldön, illetve az északi középhegység térségében alakulhat ki, helyenként záporeső vagy zivatar. Hétfőn a csapadék zóna kelet felé vonul, nyugat felől csökken a felhőzet. A következő napokban kicsi a csapadék esélye, kevés felhő zavarja majd a napsütést. A nyugati ország részben vasárnap, keleten hétfőn több fokkal visszaesik a hőmérséklet, majd újból melegszik a levegő.